két fordulóval a pontvadászat vége előtt megnyerte a bajnokságot a Puskás Akadémia labdarúgó csapata. Ezúttal azonban nem a felnőtt alakulatról van szó, hanem az U17-es gárdáról. Ivica Kulesevics tanítványai a Vasas Kubala Akadémia ellen egy gólos hátrányból fordítva két válogatott akadémistánk, Daróczi Zoltán és Major Gergő remekbe szabott góljaival lettek bajnokok. Örülök, hogy nekem sikerült lenni a győztes gólt, nagyon büszke vagyok a csapatra, az egész éves munkánkra, hát ez most kijött. És ez a bizonyos gól, ez hogyan született tényleg, mintha Puskás öcsi bácsit láttuk volna? Láttam, hogy fedezik a rövidet, azért csináltam egy lövöcset, és ballal. Pedig az nem az erősebb lábam, de elrúgtam. Ezek a meccsek legnehezebbek szerintem, amikor már az van, hogy kötelező lenne behúzni, hogy tényleg jó lenne, hogy meg lenne az a három pont, és azzal megnyernék a bajnokságot. Ezt a legnehezebb szerintem behúzni, még egyszer elmondom, de meg tudtuk oldani, az egész csapat jól vette ezt a feladatot. Azért vannak még idén nagy feladatok előttetek, a Suzuki Kupa, meg még van két bajnoki meccsetek. Hogy tudtok most erre felkészülni? Remélem, hogy az egész csapat profin fog erre készülni, tehát a hétvégi pihenni, stb. Aztán maximálisan megpróbálunk beleállni a történetbe, és meglátjuk, hogy fog sikerülni. Tekintsünk vissza egy picit erre a mostani bajnokságra. Mi volt az a momentum, amikor te úgy láttad, hogy most már biztos, hogy meg lesz a bajnoki cím, vagy előbb, vagy utóbb, hát most vagy az Illés Akadémia ellen, vagy most a Vasas ellen? Én igazából nem gondolkoztam erről. A Kula is mindig azt szoktam mondani, hogy a következő meccs legfontosabb, és mindig így dolgoztunk minden egyes héten, és az eredmény megjött magával. Bekapott gól mindenképpen jót tett nekünk a mai mérkőzésen, utána még jobban feltizáltuk magunkat, és hát egy percen belül jött is a válasz, aztán egy olyan 5-6 percen belül pedig a fordítás. Itt az ünneplésnél kit volt nehezebb elkapni? Kulesevics mestert, vagy a Harmati Tomit, vagy ki volt a leggyorsabb? Én úgy érzem, hogy a Kula meg a Harmati Tomivá számított rá, hogy elfogjuk kapni. Bence bá egy kicsit elfutott, de ez végül is meglett. Az öltözőben természetesen tetőfokára hágott a hangulat. Minden meccs nagyon nehéz volt, és nagyon örülök, hogy a csapat ilyen teljesítmény nyújtott egész évben. Rövid lesz tehát a pihenő, ám a néhány nap múlva kezdődő Puskás Suzuki kupára az Akadémia U17-es csapata talán nem is készülhetett volna méltóbb módon, mint a korosztályos bajnoki arany.